Nyárköszöntő dalokból összeállított koncerttel zárta az évadot a Magyar Kanizsai Kantiléna Kamara Kórus. Három szólamra is sikerült annyi remek művet találni, amelyekkel a Kantiléna szép zenei élményben részesítette a nagy érdeműt, hallottuk Tolnai Ilona karnagytól. Igyekeztünk nyárias, illetve közkedvelt, kedves dallamokat, jókedvű dallamokat megszólaltatni a közönségnek, hogy ezt a nyarat jókedvvel kezdjük. Esős idő ellenére is maradjon a jó kedvünk, és szép nyarat élünk meg. Tehát van itt főleg klasszikus művek vannak, egy-két népdalfeldolgozás, de inkább a klasszikus művek vannak is sorban, úgyhogy igyekeztünk, tehát jó hangulatú, könnyen megérthető, közérthető dallamokat összeválogatni. A Városháza dísztermében megtartott koncert közönsége egy-két népdalfeldolgozás és egyházi ének mellett elsősorban klasszikus szerzők dalaiból hallhatott válogatást. Mi mindig készülünk valamilyen alkalomra, tehát kétszer szoktunk gyakorolni, kétszer jövünk össze hetente, sokszor kimaradnak egyesek, ugye tudjuk, hogy nagyon foglaltak a tagok, és nagy szeretettel jönnek azért mégis, amikor csak tehetik. Én egy kicsit szoktam neheztelni, ha valaki nem jön a próbára, de igazából egy-két próbát, ha ki is marad, vagy három, az nem gond. Tehát mindig, amikor ráerősödünk egy felépésre, akkor mindenkivel kigyakoroljuk azt a művet. Tehát mindig készülünk igazából, mintha mindig fellépnénk. A kórusoknak sokféle énekhangra van szüksége. Így van ezzel a Kantiléna Kamara Kórus is. Rettenetesen hiányoznak a kórustagokban, minden hang jól jönne, de főleg a férfi hangukban van kevés, illetve konkrétan nincsen magas hangú, tenor hangú férfi tagunk. Akik voltak, azok nem tudják tovább vállalni, és most nagyon nehéz irodalmat választani, mert sokszor hiányozna egy hang, tehát három szólamra, ugye két női szólam és egy férfi szólamra kevesebb irodalom van, mint hogyha négy szólamú kórusra dolgoznánk. Tehát, és a négy szólam az gazdagabb, szebben szól, úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha nem fontos, hogy kottát tudjon olvasni, csak szeresse énekelni, és legyen neki egy rendszeres, egy érzés arra, hogy beköltözik egy családba, mert ez a kórus igazából egy család, nagyon jól megvannak egymásra, azért is tartanak ennyi évet egymás mellett, mert itt mindig elmondják egymásnak az ő kis napi gondjaikat, a terveiket, és jót mulatunk sokszor egy-egy megjegyzésen, azért nagyon szép ez a kórus éneklés, igaz, ez az amatőr kórusnak a hát hogy is mondjam, a bája igazából, tehát az, hogy adjuk magunkat.